Jó reggel, Vietnám, üdv a csatornán, szavaztuk gyerekek, képen jelentkezik a legelső Farming Simulator 22 100 millió euró kihívásos videósorozat, multiplayer videósorozattal, ami ugye most már egy az, hogy multiplayer, a másik az, hogy dedikált szerveren fog futni. Körülbelül egy perccel ezelőtt raktam ki a videót, amiben benne vannak már a részletei a szervernek, tehát ott van a jelszó, ott van, hogy hogy tudjátok megtalálni, meg igazából a modpakot is felraktam meg ára, hát nagyon remélem, hogy működni fog egyébként. Igen. Remélem, hogy ez sikerült mindent összehozni, és úgy gondoltam, hogy én följövök, és már itt veretem, mint a véres egyházi. Szinte semmit nem multiplayereztem 22-ben, remélem, hogy minden flottul függ működni. Mindjárt ránézek YouTube-on, így a telefonomon, hogy mégis írta valaki már, hogy akar-e jönni. Nagyon tényleg várom az embereket, valószínűleg, hogy lassan. Van 54-en megtekintettétek. A rohadt reklámok, megjegyzés még nincs, nagyon bízom benne, hogy lesz itt, aki jönni akar majd, aki hívőnek segíteni ezerrel. Időt még nem pörgetünk, egyébként nem tudom, ez az admin rendszer is hogy van, hogy tudok-e másnak admint adni, mert ugye nem leszek én itt mindig, hogyha ha valaki nagyon sokat itt tartózkodik, akkor úgyis fogom majd adni az admin anyagokat neki, olyannak, aki természetes ilyen tök jól csinálja dolgokat. Na, nem tudom, hogy az ilyen permission vagy hogy hogyan, miképpen tud csinálni, azok nem tudom, hogy vannak. De figyeljetek, én szerintem nekiállok egy ilyen melózni, jó? Nekiállok melózni. Na, induljunk már? Induljunk már? Megpörgetjük a damilost. Azt kicsit vágom a füvet, hogy legyen mit dolgozni a többieknek, ha jönnek. Hát nagyon bízom benne egyébként, hogy jönnek. Oké. Igen, én beállítottam egyébként itt a nulla gombra, tehát akkor tudok beszélni, hogy majd, hogyha ugye nyomom a gombot, tehát nem előre leszögezem, nem mindent hallanak természetesen, ami így a videóban van. Nem mindent hallanak a kedves nézők. Na, nagyon kíváncsi vagyok, hogy jön-e valaki, azért... Hoppá, azért ránézek néha majd a... hozzászólásokra, hogy minden tényleg lehet, hogy valakinek nem találja, vagy nem raktam jól be a modpakkot, vagy nem jó jelszó, hogy lássam, hogy mi történik, meg hát figyeljetek, elkezdek dolgozni, aztán remélem, hogy jön valaki. Egyébként ugye nulla pénzünk van, úgyhogy ez egy ilyen érdekes dolog lesz, hogy nulla pénzből összehozni, tehát még annyira sincs pénzünk, hogy vegyünk mondjuk egy láncfűrés, szóval itt ez ilyen nagyon tényleg nulla pénzünk van. Igen, és már jön is valaki. Azt a ilyen gyorsan halljátok. Hát esküszöm, amikor indítottam a videót, akkor kezdtem a dolgot. Várjátok, kíváncsi vagyok, hogy ez így ilyenkor... Van egy ilyen menünk. Lukács. Aha, és be is szinkronizált. Igen, Peti, óristen, meg is jöttek az emberek. Hello, hello! Csé, azt a lé. Gyorsak voltatok, basszus. Én dékkel állítsam a dolgokat, állszom elé. Jó, van, oké. Peti írni fog, azt írja, hogy nem gond? Nem. Sok dolgozza. Ó, Adori elhagyta a szelvet. Jó. Oké. Peti, mit csinál? Megmerevedett. Apám, mit történt? Ugrott egy olyat, ha fölmaradt a levegőbe. Tök érdekes, hogy a karakterek már máshogy nézek ki. Lapátolni kell, gyerekek! Beléptek az izébe? Egyébként. Peti be, Lukács nem. Na, mi van? Lapátot kapjad meg, aztán dobjad fölfele. Na, mi van? Lapát működik-e? Nem tudják megemelni a laptátot? Nem ám ilyen izai városi ficsurok jöttek ide dolgozni. Tessék? Boré, látta hallolni. Hallom, hogy mit mondasz-e? Na jó, van akkor. Lapátot tudjátok-e használni? Én tudom. Mert még egy stílfűrészre sincs pénzünk.
Amúgy a feldolgozás megéri. Mármint a fa. Csak izéli kéne, mindig kell expansionban, van egy csomó ilyen izé, mód. Tudod, hogy fa feldolgozás, azt az nem megéri, próbálta. Ja, értem. De vannak amúgy is módok, hogy ne kelljen megvenni a platinumot. Na, jó, a baressük neki. Először kell pénzt keresni, gyerekek. Egyébként ezt nem hallják, hogy jobb alsó sarokban látjátok, hogy Van éppen. egy lapad, mit tudok elemelni? Mit csinálnak ezek a gyerekek lapáttal, he? Várjatok. Leállítottak. Na mi van? Na mi van? Bele van bagyolódva itt a fizébe. Peti meg bokós isekbe. Mert cross motort azt nem adok alá testvérem, mert még a lapát is belebonyolódsz a lapátba. Hát mit csinálnak ezek? Mellé verik a izét. A vödörrel talán jobb lesz? Úgy gondolja a csávó. Még már vidérvel könnyebb lesz. Amúgy téged hogy szólíthatlak, Lukasz? Na. Nem érti-e? Ezt bazánk összeszedett minden gyereke. Lukács, hallasz? Igen. Te ugye nem Magyarországról vagy? Én nem. Úgy nagyon Tudtam, hogy hallani. észre fogod venni amúgy. Tessék? Erdély, vagy mi? Mi lehet ez? Erdély, igen. Milyen jó hangja van. Erdély. Akkor. Imádom ezt a tájszomlást, nagyon jó. Tudtam, hogy észreveszed. Hát nem volt nehéz, nem gyerekek. Hát ott van egy észreveszi, de. Jó, van, na, csináljuk, dolgozunk valamit. Na, várj, nyírja a Meg egy füvet. cseppet kaszálok, mert itt izé... Alig van, már elfogyott a fű, olyan gyorsan pakoljátok. Peti meg mit füvet? Azt tudod-e, hogy mi az a pityókatokány? Na persze. Alap dolog nálunk, rögtön így hívjuk. Alap dolog nálunk. Júj. Majd megjön valaki. Zalán megérkezett. Pityóka tokány egyébként az a... Az a... Pityokás takás, mindig. Paprikás krumpli. basszus. De nagyon du... És nagyon, nagyon ízes beszédje van. Ezeket a bokrokat nem lehet levágni. Hát úgy néz ki. Hello, mi a meló? Hello Zalán! Fel kell dobni a fűjét a izére, platóra. De egyébként Péter Kell mit csinál? kaszálni, hé. Basz, nem nagyon működnek itt. Gyere, hajtok ide, nem, mert itt vágom az út széliben. Na, mindjárt átállunk. Várj, nem hallottam jól. Kaszálni kell, meg földobni a fűjét. Ja, rendben. Fasza, jaj. Na kicsit zavarva vagyok, megmondom őszintén, hát ez nagyon-nagyon érdekes. Mennyi ez? Na? Évettem a nagy erdészről itt a játékba. Odébb állok Egy ilyen szettet kell vegyek igazából, és ilyen és átfaszom. Remélem ti jó halljátok, várjátok, lehet, hogy... Hoppa! Hoppa! Adok egy kis hangerőt. Adok egy kis hangerőt, A hallj. Csődalával megcsavartál, hé. Mert nagyon-nagyon jó hangja van, várjál már. Hangos csöveg és hangja, legyen hangos. Nyomunk egy bent és nem tudunk, hogy megakadt-e nekik. Na, azt a betyár, milyen szép rendben vágott apám. Hallod, de Keeper, hogy lesz megoldva az időpörgetés, amikor nem vagy fenn a szerveren? Hát szerintem úgy kellene, hogy beállítani egy mondjuk egy ötösre vagy egy tízesre, azt akkor menjen mindig, nem? Hát nem tudom. Lehet, hogy így is jó. Egy tízesén. Jó, de az alváshoz kell... Jó, ja, tényleg igazad van. És akkor nappal megyen az idő, és ha beleegyezik a többi játékos, lehet a... ugye van egy ilyen elfogadás. Én 22-ben szinte nem is multiztam még. Én sem, úgy egyszer haverommal kipróbáltam, de azon kívül csak örökké single playerbe nyomtam. Székely vegánt szoktad-e nézni? Na, nem szoktam nézni, nagyon
Videóst vagy tévét? Már nem ismerik. Ő videózik. Nem, akkor nem szoktam nézni. Nem tudom ki van. Zalán? Ő Zalán viszont már volt, nem? Egyébként. Ilyenkor beléptek a farmra, ők a srácok, be vannak, igen, nagyon De van egy-két jó TikTokon, egy-két jó izé, jó fája székelycsóró. Úgy érezem, ember, olyan akcentusok van még nálam, és erősebb. Hát a tiéd is nagyon durva. Hát tudom, azért fel is várhat ő. Örökképek ismeri. Ez az örökkép példa, ugye nem mindig ezt mondom, örökkép. Hát nagyon király. Imádom. Ez már nagyon, nagyon jó. De egyébként az a vödörre én nem érzem annyira jobbnak ezt a dolgot, de lehet, hogy én vagyok a bére. Kicsit zavarva vagyok. Dízeles a botos kasza, hé. Az kevés. Dízel a botos kasza. Ha, a nyomatékra játszik a dolog. Nyomatékra játszik. Ne! Nem hiszed el. Na, na, nem lesz meg még a pénz az izére? Stírfűrészre? Jó volna, már úgy lopnám a fát, érted? Jaj, vesz meg, lesz a komolyan. Ez nagyon jó. Most van ilyen néző jelölőspré, és le lehet bélyegezni a fát. Ki lehet jelölni, melyiket kell kivágni. Ne szívassál játékba. Igen. De az Platinum Expansion-os, az a baj, az is sok pálfa. Ja, értem. Pedig az jó lektúra alapból. De Platinum Expansion-ben benne van. Lehet bélyegezni is minden, olyan faszak. És van Volvo BM, tudod, az a régi traktor, amit az MTZ-vel is hasonlít rá. Csak attól félek, hogyha valakinek nincs, akkor meg nem tud jönni, tudod. Hát igen, ez is benne van a pakliból. Meg lehet, hogy nem tudom, hogy Xboxosok fel tudnak-e, hogy ezek a morok benn vannak-e például nekik. Ja, hát ezek a modok, hogyha modhábosok, akkor fel tudnak jönni, de ha nem mod, nincs egy mod, és hogyha van mod, vagy na, hogy mondjam már. Hogyha van olyan mod, ami nem modhábos, akkor fel jönni, nem tudnak. Netről szeret modokra, modokhoz. Nem tudnak hozzáférni Xboxosok. Elviszem eladni. Elviszem eladni, oké? Okay? Jó, megmondtál már. Hát 54%, de hát, hogyha lesz már stílfűrészre. Hát, hány liter van benne? 2100. Abból biztos kijön. Hát akkor nem lesz, 5000-ig rakjuk tárni lejjel, 5000 liter, és akkor elviszed, és akkor lát, már lesz elég. Hát megnézzük, mennyibe megy, de szerintem hát nehogy már ne legyen. Azt mondod, de még mennyi az, arra megnézem. Hol van a fű? Saláta, mézli, ó, 72. 112 a farmsokba. Ja, nem, azt ők adja akár. 72. Mondjuk az arra pont mélye fél. Akkor mondjuk abból nem kell még megvenni. Hát na. Hú, bazz, akkor nagyon sok kell belőle. Mert ugye mennyi? 1000-be kerül a láz? Ha felmenne 100-ra az arra, kapnak 500 dollárt egy izéjét. 5000 literét. Az nagyon sok izé, nagyon. Lehetne üzletelni? Fölmegy a izé? Az ára esetleg az fölé, mint hogy eladják? Az akkor mekkora király lenne, ilyen végtelen pénzt is csinál. Veszed meg eladod. Mi 360? Hát így, hogy 72, így igen. Az lenne poén, hogyha azt fölé menne, mint hogy ők adják el. Ez amúgy igen. De nem, a vásárlás az az, hogy az 72, az nem ők adják, azt próbáltam direkt. Veleinte én is ilyen tudatba írtam. Infinity lóvét lehetne csinálni akkor. Na, mindegy, egy kölkaszári akkor még gyerekek, azt utána meg neki ári fázni. Ez kell egy traktor. De hogy akarod, úgy akarod, hogy ezt ajánljanak fel Xboxosoknak is legyen elérhető a szerver, vagy csak PC? Jaja, megnézem majd, meg biztos írják, hogyha olyan morot sikerült beraknom, amelyik nem volt habos, aztán akkor azt kidobom belőle. Azért nem olyan túl sok mor ez.
Ez nem tudom videóra menjen, de hogyha igen, akkor üzenem az egész Xboxosnak, hogy amikor jönnek fel a szerverre, meg tudják nézni, hogy milyen módok vannak. És le tudják tölteni a modhubosokat. És ha nincs modhubos, és van olyan mód, ami nem modhubos, akkor kell szólni, hogy valami is meglássuk, hogy lesz a közeljövőben. Persze, videóra veszem, mindig amikor fenn vagyok, mindent együtt, aztán maximum azt nézi meg valaki, amelyiket szeretné. Hát igen. Hú, azért itt ezen kell melózni, gyerekek. Hát egy traktort mire szedünk össze? Azt a betyárul is, de nagyon élvezem. Kár, hogy másik Ha a srácnak. százalékon van az izé, Peti, hogy mennyi hányliter van benne, inkább azt mondom, hogy mennyi a százalékokat be a kicsikében, ne Abból nem várjunk sokra vegyünk a százalékkal, igen. Jár a motor! Jaj, more! Az nem jó! csak. Hány liter? 86. És hány liter van benne? Én 86-ot írtál, jó? Hát körbekoszál mindent, Lukács. De hogy kell ejteni a nevét, azt nem tudom, mondjuk megkérdezhetnél, de azt akkor kiderülne. Ha kérdeztem, mondjuk csak, de lehet, hogy nem értette. Az Alán meg egy kis vörös férfi. Az Alán az nem volt, Farming 19-ben nem volt. Sose tudom, ki borult előre. Itt a lapát könnyebb lesz, hú, van. Ja, jó, lapát. Köszi. Zalán, te nem szoktál 19-ben jönni játszani? Ismerős nagyon a név. De szoktam. Valami nagyon, vagy pedig én vagyok a hülye, nem tudom. De könnyen lehet egyébként, hogy én vagyok a hülye. Amúgy az, azt a betyár, itt van még egy lapát. Ez olyan ilyen, kicsit ilyen Harry Potter, ilyen Quidditch vagy milyen meccsre emlékeztet. Hogy itt a rézei van. Megyünk mindaz, jóó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 ó
ilyen telepatikusok éppen farmingoztak. Telepátiával működtetik a dolgok. Öcsém, a napádba félreadjé, oda rézé, hogy fecsek belőle. Csak valamikor beönti a kocsi alá, vagy legalábbis nem tudom mi volt ez a bug. Hát el kell vinni gyerekek. Várjátok, az idő akkor menjen. Mondjuk legyen egy 50, amikor föl vagyok, akkor ilyen... Nem tudom, én személy szerint vödörrel könnyebben tudom rakni. Szerintem maradhatnak a vidre. Aztán utána a fából meg... Keeper, megtelt a... Oké, elviszem, jó? Oké. Univerzál Passenger mod van eddig rakva? Nincs. Következőleg aztán végre rakni tudjak felszökni mellé. Felszökni, mekkora duba. Utána meg kéne venni valami kaptort, nem? A fából. Igen, jó volna. De szerintem először izét kell, láncfűrész. Hogyne, az az első. 13-mal megy a taligát. Füvet rakjátok egy bokba addig, amíg vissza, hogy tudjuk egyáltalán. Keeper, akkor rakd följebb a váltót. Váltót? Nem, izébe van ez. Automata. Szerintem automata van. Kirak... Akkor jön kell menni. Nem, bazze. És tényleg nem. Oh, why? Igaza volt. Keeper, pörgesse. Nem. Ja, időben pörgetek, megy az idő. Jó. Csak azért, hogy ma menje fel a zárófűnek, csak akkor legalább tudjuk eladni drágábban. Na, várjál, egy tempomatot nyomok, ezt közben megnézzük. 72, hát... Jó. Hát nem tudom, mennyire fog fölmenni. Hát azaz. Ez... Nem igen gazdagodunk ezzel. 72-n áll. Be van állva 72-n. Na jó. Tényleg igény. Hát a felmény legalább egyet. Ja, teher van rajta, akkor nem. Van. Ez 42-re úgy beállt, hogy ez... Ez nem megy előre, se hátra.
Ez durva. Na mennyi ez? 4000 liter, Jézus Isten, hát akkor nagyon sok kell belőle. Gyerekek, hát ez nagyon-nagyon nagy beló. Ja, igen, igen, gyorsabb, Peti, igazad volt, köszi. De nem tudtam, hogy váltani kell, gyerekek. Még jó, hogy nem egyedül vagyok, bazzel, legalább bizony, van, aki segít. Van, aki itt okosodik helyettem. Hova tökönbe kell vinni? Várjál, jelöltessük meg. Úgy veretem a Davíluska, szóval összeszakod minden. Hű, hát úgy beszéljál. Csak az a baj, hogy dízel és snáp, hogy semmit mondjuk. Nem is baj, mert drága. Úgy meg van drágulva. Gyerekek, nagy motort kéne ebbe vinni, hogy valami. Egyébként ezt nagyon nem kéne eladni, mert na, úgy van idő, akkor az mennyi idő lesz? 1 óra. Szokott lenni. Kb. Annyi, igen. Aztán maximum akkor többször vesszük fel. És ha nem, akkor rakszik 2 órás részeket, csak rész. Annyi, persze. Na, már tele vagyunk lóvéval. Hát elég sokat kaptunk. Jó ez a gép, ugye, mert pótkocsit hát nem kell. Hát szokom, mint a torkos búz. Ezt a taligát viszont meg kéne hagyni, mert ez ugye nem kell, akkor pótkocsi. Igen. És lehet fát rakni, és mindig. Ja, univerzális, jó vagy. Raklapot is lehet szállítani vele, az itt is ír. Közben megnézem a hozzászólásokat. Igen, meg nagyobb motort. Peti írta, hogy... Megnézem a hozzászólásokat már csak azért, hogy mit írnak az Xbox-osok. Kipróbálj majd először nagyobb fűnyírót, vagy előbb láncfűrészt szeretnél venni. Láncfűrészt, az nagyobb pénz, jó. Meg azt többen tudjuk csinálni, ugye mindenki megkapja. Igen, és láncfűrészt után... Traktort kell venni, és utána pedig vizét, faültetőgépet, mert kivágít az egész erdőt, és aztán mehet. Na, akkor az sakmat lenne, az biztos. Hát, az egyszer biztos, rá lenne adva minden, és pénzük sem lenne. Mondjuk el tudnánk adni valami gépeket. Tényleg, pénzük. Sokfa van, de amúgy hamar elfog. Földet eladjuk, aztán ilyen földönfutók leszünk. Mondjuk a földet eladjuk, ugye tudunk másikat venni, termelni fát, úgyhogy az jó. Amúgy ebben igazad van, mert ugyanannyi az földnek az arra, az egésznek. Ezt a srácot nagyon bírom. Itt a taktikát kiépítsük erősen, hé. De... Annyira messze van ez az egész. Közben meg neten turkálok, aztán nem nagyon szereti a... Pedig olyan vallizma van a karakteremnek, érted? Megnézem, hogy írtak-e valamit. Krumpli van, úgy jó pénz van, csak az a baj, hogy csak a macera vár. De úgy az adja a legjobb most a cukornád a játékba. És egy pénzarányba. Na, úristen! Igaz, hogy kicsi az ára, de sokat ad. Összedobhatták volna a srácok addig egy kukózba. Nem csak néztek volna. Na, hú, van egy lapát. Hozok én is, aztán ne kiveselkedek. Valahol itt kell lennie, aha. Tehát el van rothadva, izé. Jó, gyorsan. Megpörgetjük gyorsan, azt még 2 fordulóval megvan. Ha. Már annyi füvet levágtam, ember. Mondjuk ebből lehet megtelik. El kell adni a lapátot is, vagy vödröt. Tényleg. És tudunk venni a kalácsfűrészt. Vagy a botosnak mennyi az ára, mindjárt ránézek. 150. Na, hát akkor már gazdagok vagyunk. És itt az alsó, a két vidérnek 80 euró az ára darabonké. Miért le van árazva? Volt rá 54 000, az igen. Na mindjárt meg tudjuk venni. Még egy ilyen 500 darab fuvar. Ha körülbelül. Azt a betyár.
Ez nagyon komoly. Ez nagyon komoly. Én egy darabocskát itt még levágok, ameddig van hozzá a férés, mondjuk pont idáig van. Ez nagyon komoly. És akkor ott aztán lehet ereszteni. Mi várom? De meg ugye, hogyha beviszed a boltba, akkor többet ad érte, úgyhogy a vödör lehet még 100 eurót is ér. Ha lehet. Tényleg igen. Úgyhogy... Igazad van. Úgyhogy... Eladunk egy vödröt, meg egy lapátot, aztán már akkor mindjárt beljebb vagyunk. Hát nem szerintem én levágok én még egy jó nagy darabot itt, csak akkor mehet a botos kasza is egybe, és lehet venni meg a láncfűrész. Oké. Ez jó, jó. Amúgy a favágásnál akkor kell mindenkinek adni engedélyt, ha azt akarod, hogy ők is tudják. A favágásnál akkor kell mindenkinek adni engedélyt, azt az egyik. Hú, azt nem tudom, azt majd megnézem. Milyen engedélyt, attól függ. Nem tudom azt, hogy engedélyt. A favágás engedély, vagy mi? De tényleg igény. Ne. Kivágott fa. Segédek felvételes minden ilyen. Ja, segédeket azt úgyse használunk szerintem. Ja, majd megnézzük, nem tudom tényleg srácok így most el megnézni. Kéne kinevezni olyan embereket 10 nap után, akik sokat vannak fenn a szerverén, tudjanak időt pörgetni, és vásárolni. Igen, ez mindenképp akartam. Nem vagy fenn keeper. Ha nem vagy fenn, akkor nem lehet majd izélni. Peti meg ír egyébként, olvassátok őnek is, ugye nincs mikrofonja valószínű. Meg nyugodtan gyertek bármikor a szerverre, akik nem férnek be így az elején. Tényleg hajnali egykor reggel, amikor bárkinek tudom, hogy esténként meg délutánonként igazából van több ideje az embereknek, de bármikor, mert meg kell pörgetni. Egyébként szerintetek meg lesz a 100 millió? Meg lehet? Simán. Simán. Elképzelhető. Simán. Én próbáltam gyar, akkor könnyen meg lehet szerezni, csak sok munka kell velé. Jó. Mennyi van a bakut kotlában? Már nagyon ideje vagyok. Ha raksz bőjé Platinum Expansion-t vagy akármit, azzal hamar meg lehetne, próbáltam, csak az a baj ideigényes, meg kell sok fát vágni, mert itt erdészetre megy. Kitör arrébb állhatok a furgonnal, mert beesett alá a lapát. Persze, nyugodtan. Zalánnak milyen aranyos hangja van. Cuki! Lol. Ez olyan furcsa hangzott. Na mit csinálsz alá? Na mit csinálsz? Fenobálod a gép. Elobálja a szemszámot, mert nem akar dolgozni az ember. Szuper, jó van, oké. Okay. Hú, biztos írják, hogy egyébként... 66%. Na, alakul már. Akkor meg eladunk minden, botos kaszát, minden. Botos kasza, vödör, lapát, azt meg is van a izé. Fűrész. Csak ezt a darabot levágom, hogyha nem lenne meg egy kicsikén, akkor tudjuk majd fejpakolni. Mora ne elfogyott egy litre csá, izé, de amúgy szerintem nem lehet lecsapolni. Mert mi van akkor, hogyha elfogy a fa, és nem lett több fű. Hát, eladjuk a földet, azt veszünk olyat, ami van fa. Hát igen. Vagy veszünk faültetőgépet, sütetünk fadla, azok nagyobbak. Az igaz. Oh, ha halljátok, ez ízét nem lehet kicsapni ebből ember, azt is külön el kéne adni. Hatósági ára. Hány liter van benne? Vaj van? 10 liter van benne. Ezt el tudnánk adni egy 10 euróba. Jó. Ne szarod. Nem, de lehet itt üzemanyagot eladni, nem? Nézze. A vörörbe ki kell fejteni. Áj, nem lehet ízét eladni, üzemanyagot. De itt van, dízel. De azt csak értékesítik. Ezért 250, ezért liter az itt. Hatósági áras. Hát mert komolyan, mert egyébként... nem bírom ki. Milyen dumalak. Ha mondjuk egy euró valami cent, akkor ott ízé literje. Már valami megérdés így. Hatósági áras. Igen. Egyébként így lehet túrni is ezzel a lapáttal, ugye, mint hogyha
Hú, gyerekek, itt már mennyi van, már hallod? Már azt szórjuk fel a lapátokat, azokat is ekövindni. Megnézem, mennyi van, mert már megőrülök. 90%, jó van, alakul. Alakul. Remélem hang minden jó, gyerekek. Ugye ez egy az első test rész. Itt még ilyen nehezen haladási van, de egyébként el lehet. Nagyon tetszik. Ugye, megmondom őszintén, egy kicsit mindig így óckodok a multiplayert. Ugye, hogy mondjam? Hogy mondják azt, hogy a... Ugye, amit egyenlőt csinálsz, akkor hogyha elcsinálsz... 97%-ig van. Hú, király vagy! Na, én levaltam itt egy ilyen térés, hogy biztos van, hé. Ezt a kaszát fogom, meg állítom, láss vissza. Vagy csak dízel. Lukasz, szerintem ennyi elég. Hát az egyszer biztos, imád, mert eladjuk a dolgokat. Na, föl is dobhatjátok a platóra szerintem vödröt, lapátot, mindent, azt akkor mehet. Meg a motos kaszát is föl tudod, azt hiszem. Melyek viszont ne. Úgy belévettem ide. Összrakul. A motos kaszát amúgy nem is kéne lehet vinni, hanem csak visszaállítok. Hát, igen. Amúgy igen. Ja, de mindegy. Na. He, még ott vannak a lapátok, e? Már a keeper a nagy izé, drogtárvasztő ruhába. Rossz felé mész, hű. Ott vannak a lapátok, meg a vödrök, e? Ja. Ó, azt mondja, megvett idehozunk. Gyerekek, vissza kell váltani, mert ide jó. Nézzek, megfogtam a vidrét. Aj, mi? Menni. Na, meg a lapát, ha? Itt egy lapát, ahogy személy. Hoppa. Hoppa! Zement! Te szóval lettál. Jó. Na, az nem ment a pala, azt hiszem. Ez le, ezt állítsad vissza, vagy mit tudom én. Jó vagy. Besirok, bazzeg. Na. Peti meg áll, mint a izé. Peti meg vigyázba áll a platón. Hát igen, már beültem. Botos kaszálhozod áll. Kaszába. Jaj. Éhe. Várjál, Peti, az, nem azt mondta, hogy... A mizalannal kicsit izélünk. Kordiózunk. Hát ennek ennyi a vége. Hát akkor az elég gyors lehet. Na, várj, vissza... Be milyen motorról? De hogyha jöttök ide, akkor nem tudok mivel visszaugrani ide a formra, hanem vissza kell gyalogolnotok, vagy megvárjátok, amíg képen visszaér. Hát tudom. Maradunk itt tényleg, mert aztán a falat ki kell tárvájuk, ha megveszik. Én maradok. Én megveszitek a drusbát, kicsapok minden. Jó, megrakjuk ezt a szekeret. Ha. Úgy megvessük, hogy izé leszakad a laprugó. Megvessük, megkarumát. A szekér megduvat. Peti, hogy vigyázz már. Péter, az a bukós isak az munkavédelmi szempontból fontos? Igen, csak hogy belevárjam a fejem. Látom. Munkavédelmi bukós isak. Jaj. Haladás van, látom, mentek elégre. Rajtam meg maszk van, hogy ide jön. Covid veszély ne legyen. Hát itt nem lesz. Na. Ilyen szuper erőmód van ebben? Nincsen, nincsen, úgyhogy picire kell vágni mindent. Tényleg igen, akkor még. Ú, nem akartam ilyen izé... Annyi gól legyen. Csites dolgokat berakni, mert mondom, úgyis elég könnyű lesz. Hát igen. Igen, nem tudom, az egy kicsit olyan... Ugyan. Utána megvan az első láncfűrész, utána már könnyebbülünk. Szaguldás, Jan, szaguldás. Hoppa. Eltűnt a dolgozó. Na, mindjárt leeresztjük a időt. Ezt eladjuk a dolgokat. Ugye mindenkinek mondom, hogy így a... Érdemes a boltnál eladni a dolgokat. Azt gondolom, hogy mindenki vágja már. Mert akkor ugye több pénzt kapsz érte. Szóval ez egy fontos dolog. Na. Talán fölmegy. Jó, oké. Jaj, de jó. Ez az. Hatalmas nagy pénz, vödrök jönnek elő. Lapát, hegyek, minden. Nem, mert jó, cseppbe újra, véj folyt a zsebbe.
No, merda, vale. Várjál, Keeper, mert még a lapátom maradt egy kis fű. Jó, bore, az a megazdagszunk, Ügyes testvérem. sportos, hé. Egy eurót adnak érte. Fehér, figyelj, várjál. Ennyire dobja meg. Hú, gyerekek, nem fog összejönni a pénz, akkor lesz szopás. Hol van az izé, bolt, ahogy? Jó utcán. Azt a hét. Most minden számít. Azt a hétek Ebben elő. igazad van. Hol a volt? Hol van a zelaró helye a voltnak? Itt van, Kipri. Ott van, ahol van egy gyámló. Bent van. Ja, benne volt. Na, ja, itt van -e. Aha. Igaz, várjál, kontrolli, vagy nem tudom lebillenteni, nem tudom lebillenteni. Nek a szóordia. Ne, de pityuka, mondta, csak álva fonnyadva, hé. Hát ez nem sokra Rogya megy. megittál. Nem megyünk nagyon sokra. Hú, van ez a lapát. Volt a fiú. Nem egyszerű. Várjál, Péter. Motoroska szalcs az alsót és egy autó kár. Na. Na, én már kéne a matek, kezdjük azzal. Ha nem jön ki, Nekünk akkor most nagyon van egy rácsúszok. izé motoroska szal. Kettő esély, honnan van kettő? Két motoroska szal. Nincsen kettő. Ja, nem. 968. Ajaj, nem jött ki a Éppen matek. még Jó, ez maradt egy meg. lapát. Akkor meg Na, lesz de lenne az. megmentő. Ja, ki van még egy lapát, szerencsé. Hát igen, majdnem bajba voltunk, hogy most mi lesz. Fazán. Megeszünk. Ez jó Egy lett euró volna. lesz a híj akkor. Egy euró lesz a híj. Baszhassa. Jó, 5 euró Hadd a bazd híja. meg. Mi? Hát ez megérte. Hát baj van. Azt itt hagytad el a lapátot. Nincs a semmi másunk szerintem. Mi már épülhet oda a vizet. Vagy megveszünk fel kölcsön, egy 5 000-est, megveszünk, kivágunk pár fát, eladjuk és rögtön visszafizessük. Ott a fiú, hol van a kölcsön Ah, fel? tehát meg nézzük meg mi van a raktárban először is. Hát szerintem semmink egyébként nincs. De ezt Hát jó tehát nincs megcsináltunk, ilyen. na. A Amúgy gyerekek. mindenki tudja, hogy a bolt tetején itt van egy ilyen sok ilyen gyűjthető tár. Hol? Ja. Igen, és egy 50 000-et ér, de szerintem az sikeres. Hát igen. Na. Ez nem cheat, ez a játék adja be a Kipör, fel kell feature-ét. mászni. Parkourmesternek kell hozzá lenni. Hol van a gyűjtető tárgy? És hogyha itt felugor... És itt van ez a sok gyűjthető tárgy. És egy 50 000-et ad. Jó itt! Hát ezt lehet nem veszem fel, hát ez durva lenne. Hát Hát igen, igen, ez eléggé. szerintem kicsit csalás. Már eléggé, mert 1 millió, hogyha összesen összeszednénk. Viszont De kellene... az meg kb. Igen. Viszont kellene egy izé, pénz, nem? Egy 5 euróval adnan. Hát jó. Akkor Hát vegyünk fel szerintem egy vegyünk fel 5 000-es 000. Hallod a Keeper? kivágunk egy fát, abból Halljátok szemeim? visszafizetjük. Hallod a Keeper? Az alkalmat be van a Golden Alkás, de bejövünk se, kirablom se, egy eurót beadva, és meg van oldva. Mit? Mit mond? Micsoda? Tudod, van az a FS19-es videó, ez az agymosás, hogy alkával mentetek boltot rabolni, és ilyenek. Ja. Ezt ide gondozó, ezt kéne ide, és egy gyárka kirabolnak itt eurói. Hol van a izé? Pénzfelvétel. Nem tudom. Csak nyomj egy eszképet Kipör, és csak ott. nyisd meg SC-vel, és a... Mi van itt ilyen És bank? ott a Ez most egy pénzügyeknél. dollárjel. Ja, dollárjel. Ott a dollárjelnél megtalálod, és ott tudsz fölvenni. De így Vagy is van mondjuk 25. azt ott, hogy... Fövettem akkor. Na. Aztán akkor visszaadjuk egyből, jó? Jó. Jó. Na. Megvan Én oldva. szerintem elindulok haza a csettegővel. Ja, hozzá Hol kéne nem menni. baj. Hol van a last race? Bazzá, nem találom meg. Ja, itt van.
Oké, meg is van a fűrész. Na jó, de amúgy Keeper, hogy van nekünk 20 és 200 ezer hitelünk? Még a játék alapból adja. Ja, fel tudsz annyit venni. Jó, ja, hitelt azt alapból adja. Na, köfürészülni. Hogy szívasson meg még így is. Hát igen. Miért 200 ezer mínuszba vagyunk? Nem a... Ja, mínuszban vagyunk 200 ezerre, az elég jó. Na, mi van? Meg azt a betyá, na akkor ki kell vágni minden fát is. Az a lényeg. Zolán itt van. Elhallgattok a srácok. Itt vagytok? Ha itt ti? Igen, itt vagyunk. Jó, oké. Zolánnak meg a Petinek nem tudom megkülönböztetni, bocsa a hangját. Mindig meg kell néznem. Az a jó, hogy a jobb oldal tényleg mutatja. Mutassa. Egyébként egy... Tudtam, hogy ezen az 5 euró fogjuk bészopni. De tényleg 5 euró. Ez kemény volt. Jó, egyből visszafizeti a Keeper a hitelt. Úgyhogy, hogyha 5000 pénzünk, 5000-re vissza kell adnunk. Jó, az legyen. Meg igazából akkor össze kéne szedni annyit is, hogy... Ja, ne, 5000 euró az. De most tényleg 5 eurón beszopni, hallod? Ez mint a ki lehet volna számom. Ez olyan tipikus, nem? Nehogy 3-ma több legyen, 5 minusz. Nem tudom, mióta megy a videó. Gyerekek, meg tudom nézni, amúgy, hogy... Ha nagyon sokségünk lenne, akkor meg a csettegőt is alakítanánk. Hát, jó, csak mit csinálunk, gyalogkorjuk a fát. Csetteg. Amúgy Keeper, a realisztikus FS22-es sorozatot teljesen elveszett? Elveszett a mentés, igen. Akkor, amikor ugye a gépen megholt. Hard the Keeper. Tudsz-e nekem adni ott egy fát szabaduljon vágni? Na, azt mondjam, hogyan kell? Pillanat. Csak rá kell jönnöm, igen, ugye? Akkor lehet azt, hogy mit tudom, van két embernek jövök, aki tudja vágni, és ketté pakolja. Eltállott a falról, előtt is fal. Hogy valami így elosztani kéne. Elmjön vásárlása. Ah, kivágott fal. Jó, oké. Már lehet tabolni a csettegőbe, ide értem és kiszálltam. Van, kivágott fal, oké. Hopp, megvan a jogom, köszönöm szépen. Elvileg mindenki tud kivágni fát, aztán aki ja. Akar, aztán majd rakjuk. Azt lehet is felvetni, nem ekkora, csak rá kell áldozzon. Meg kell nyásni. Ezt felaprítom, ezt a fát. Na, mindenki... Fészi, kéne fészi mód a játékba, és azzal kéne nyásni. Hú, már ide van, már küzdelem van. Ne, én már vettem fel. Na, várjál, ezért ezt le kéne nyitni, itt könnyebb, nem? Várjál. Mivel kell lenyitni? Mert azt megőrülök, hogy nem mindig ugyanaz. Ajj, a Lina Keeper, ne egy lássén, közeléről. Így, azt ki lehet lógatni, ahogy van. Na. Azaz ne. Hosszába, hogy szélibe rakjuk. Szerintem hosszába, nem? Aztán kilóg majd hátra. Na jó, akkor rakjuk így. Hát bozd meg, ez DS-et találja. Remélem jó működik, mert gyalog nem akarok fordani időt. Már időt kéne rakni karófát, figyelj rá. Keeper megcsinálja, rak karófát. Ne, méterbe fejem a drabós. Lehet rakni, akkor méterbe fel a fát. Ne, várjál gyerek! Én nekünk, hogy mondják a Keeper-t. Állj meg Keeper, megoldom. Állj meg. Ne. Okay. Izéni akartam. Izét akartam karófát állítani. Ne. Mit tudom, hogy kell lenni fog, mert itt ennyi fél rosszabbul. Na, jó van. Rakjuk neki. Vastagot rakjatok, mert az jó. Csádi ez. Jó, messzik a hordari egyébként. Bázom, mi van itt? Szarul áll.
Hogy rabunkorul fa, csak először ne jövő benne. Furcsák a hangok, igen. Hát szó ide ne. Vagy ott jól van. Mi történik itt egyébként? Na döntök én is egyet, hogy már valamit csináljak. Magasítunk. Na, rá a gépre! Hú, ez jó vastag, bazza! Meg is akad bele fölé, azt a betyát. Erre is szépen megpakoljuk. Amit... Amúgy, amekkorára vágtam, azok így jók. Igen, ilyen kicsire kéne. Azt a mekkora fa ez, gyerekek! Te Jézus úristen! Morén. Ez meg öltönyben van a csávó. Hol jöttél? Azt hiszem, hogy az operában van. Azt hiszem, hogy az operában van a gyerek. Az igen, az már fa. Egyébként ide állhatták azt, akkor... Az né. Nem kéne idejönni. Az igen! Itt jó van, hagyjad. Jó. Na, te magas itt, hogy így kell rakni a leinte, nem? Nézz át, ezt most mi megvassik ezt a szekárat, én? Ne. Jó, van, rábízom a srácra, úgy láthat, tudja, hogy csinál. Amúgy a magasítom, ha jól tudom, kiborul a fa. Na, te rügy, ne látod. Ugye meg kell kötni mindig egyébként, aztán kész. Ugye lehet akármilyen magasra, én mindig átkötöd. Ó, igen, na így ez az. Ugye fogod, és akkor... A végét már ilyen nagyobbra? Igen, de azt ott akkor alul köpni. Júj, mi van itt a gyerekek? A gép nem fogja bírni. Laprugó kinyullik. Laprugó már lefele hajlik. Azt a betyára. Úgy gyerekek, ja, ilyenkor ugye azt kell csinálni, hogy fogod azt átkötöd még egyszer. Hát ez elég érdekes a dolog. Jó, ja. Jó, hagyom érvényesülni, mert annál rosszabb szerintem minél többen megyünk oda. Bele lehet keveredni. Figyelj, izé, még a kabinba is dobok egyet, ide rakok egyet, azért itt szerintem bőven jó. Amúgy Creeper, aztán mi a tervet, hogyha már itt kitermeltük az erdőt? Veszünk traktort, az földművelés is. Megakadt egy kicsit. Figyelj, rakok ide is. Amúgy én tudnék ajánlani egy combine modot, így első combine-nak, hogyha lesz combine. Jöjjjj, hát kombány mod, nem tudom, az a baj, olyan túl sok modot nem akarok kicsöszni a srácokkal egyébként. Hát még meglátjuk, hogy lesz, mi lesz. Oké. Okay. Nem tudom, tényleg, ha nézed a videót, akkor te az, hogy... Ez mi ez? Ez nem bírom el? Nem bírom, jó. Hú, ez nem lesz majd egy kicsit erős? Erre kb. Így a 3 forrál, meg aztán lehet is vinni. Félne erre még, hogyha rendesen el lenne rakva, ugye. Várjál, ezt a vágom, és akkor betologatom oda hátra. Ez baromi hosszú. Ide kellene ugye berakni. Ide, figyelj. Úgy. Csak ez valaki mozgatja most, he? Elmozdult. Ezzel meg mi van? Néha érdekes dolgokat csinál ez az engine, mert hiába nézek rá, ahova akarok, azt nem mondja. Itt meg működött. Jó, hát ezt valahogy úgy jó, hogy egyébként szerintem, hogyha valaki pakolja, mert így, hogyha 8 ember pakolja, akkor lehet, hogy inkább bezavarok. Azt a betyár, ezt miért nem bírom el? Mekkora hallod? Ez ilyen épp határeset, így nem nagyon bírom el a dolgot. Egyébként ugye meg is lehet dobni fel azt, akkor jól bepróbálom bedobni oda a balikba. Oké. Még feljebb. Úgy. Na. Ez így jó. Ó, alakul.
Alakul, fér erre még azért. Tök az. Azért ez mennyi pénzt kapunk érte erre? Az a baj, ezt ugye nem tudod megnézni erre. Oh! Azt mondja, hogy Istenem. Te egyébként van fa elarul hely, mert ha nem, akkor meg nagyon beszívtunk. Néha nem nagyon pontos ez a hitbox rendszer, vagy nem tudom minek nevedik ebbe a játékba. Nem nagyon érzékeljük a fát ott, ahol kellene. Ja, hát ezt pont le akartam kötni, mondom, lekötött, de jó lenne. Nem igen jött össze. Úgy. Ah! Talán a fát meg is veszik itt. Az úgy hát még... megveszik, és ott úgy külön kell eladni, nem csak úgy beviszed. Ó, de jó, ó, de jó. Na, rakjunk még rá. Ó, tök van még itt, akkor vigyünk, nem? Kíváncsi vagyok, meg kell nézni, milyen traktor tudnánk venni. Ugye legolcsóbb a természetesen, mert azért inkább, hogy legyen mindenkinek munkája. Ú, gyerekek, ez nem lesz egy kicsit erős nekünk. Hát azért itt alakulnak a dolgok, úgy látom. Lukac. Lukac, az jó, mondja, jó mondjuk, hogy Lukac. Az igen! Oh, sikerült feldobni oda tetejére! Egész jó már, nem? De nem, már egész. Na, akkor... És megpróbálok feldobni. Hoppá, sikerült. Jó az. Juhuuu! Akkor. Még egy kettőt fölkére. Azt igen! Azt elkapatta. Júj, mi? Miért? Valaki lekötötte. Ne, nem szabad lekötni, valaki lekötötte az elsőt. Ez egy nem buli. Irigy leszek, megkérem, hogy elvihet-e be. Ugye egyből vissza is kell kötni. Elvihetem, Lukács? Köszönöm! Csak ez meg már... Ujja, már izé... Új, basz! El fog indulni vele? Á, jó van! Te hallod? Szerintem nem kéne rá többet rakni, mert bajos amúgy is. Addig szerintem hordjuk ide egy kubaszba a fát. Hú, hát szenved vele rendesen. Lukasz, neked elment a hangod. Lukasz, neked elment a hangod ám. E. Vagy pedig én nekem mentem, vagy mi történt? Szerintem nekem jó. De mi a franc? Milyen este fele hangulatom lett? Lehet, hogy egy kicsit ide stoppolunk az időst. Hogy ne menjen olyan rohadt gyorsan. Itt vagytok? Én itt vagyok. Én is. Nem hallunk Lukács. Nem, ezt nem hallunk. Ja, mert mindig úgy látszik, mint hogyha menne neki a chat, azt ott a kina hangszoróik van, de nem nagyon akar hallatszódni. Bebagolt valami neki.
Fú, jó. Én most nyomnék egy izét, egy feszítővel kikapcsolását, lehet érdekes dolog történni, nem srácok? Ja, hát kicsit emelkedik az eleje, oda nézzetek, lapulnak a gumik, mint az Isten nyila. Jó, vissza kell adnunk ám, ne felejtsük el a... Én hallok. Baza, nem nélítottam, de véletlenül, hogy valami csoda. Nem. Én nem hallom Lukaszt. De tényleg. Érdekes. Én sem hallom. Ez kemény, hogy mi egy-két ember hallja, egy-kettő meg nem. Érdekes dolog van. Ez kár, hogy elveszítettük. Sajnos. Nem nagyon örülünk. A pingünk egész jó egyébként, ilyen 50 valamennyi. Ugye, nem is tudom, Németországban van a szerver. Ugye be lehetett állítani, amikor megcsináltam. Ej, more! Keeper, amúgy majd tervezel először szántani nagyobb földet így össze, vagy pedig most ezzel egyenlőre majd a kis földdel akarsz dolgozni? Hát nem tudom, egyébként. Egyébként nem tudom, Lukasz, hogy mi történt vele, mert ízik olyan, mintha folyamatosan beszélni, hogy az az ikon kín van, de nem hallani semmi. Amúgy most ezt már én sem hallom. Azt megérni... Na, mindjárt eladjuk. Kár, hogy babogódnak. Lehet, hogy egyébként egy restart vagy valami megoldaná. Hát ez megöl. Menjünk föl! Föl se fog menni, bazze! Ne! Hat! Elhagyta a szervert. Jó, remélem, hogy vissza tud jönni. Képer, amúgy majd kultivátorozhatom a földet? Persze, igen. Hogyha nem tudom, mit tudunk venni. Kéne egy traktort legelőször majd. Ú, gyerek! Amúgy szerintem, hogy beraktam a mod, akkor azt szerintem tiszta jól lenne elsőnek. Ja, az egy ilyen nagyon alap. Hogy tudjuk eladni egyébként? Azt nem jövök rá. Ugye, megnézzük. Amúgy azt ki tudjuk bérelni 612-ért. De Zalán, azt elmondod nekem, hogy mindegyiket miért vágtad félbe? Mert túl nehezek voltak, Peti. Nem tudom, hol van a leadási pontja a fának, de itt meg... Föld alatt vagyunk már, gyerekek, nézd már meg! Ah! Bebogult a föld alá a verda! Remélem, hogy itt... Nem tudom, remélem nem kell... jövök! Remélem nem kell leszórni, vagy valami. Ugye fa leadása. Jó, eladtuk. 4000. Vannak itt azért problémák. Aszta, ez azért nem kis pénz. Ja, 5000-re vissza kell adnunk, ugye ezt ne felejtsük el. Na, itt is vagyok. Na, viszont 5000-et akkor visszafizetek, hogy akkor az ne legyen. Jó, okay. Amúgy eléggé szépen haladunk, szerintem. Hát kell még egy ilyen fuvar, és akkor már meg lesz a kis traktor. Na, várjál. Mit akartam egyáltalán? Ja, vissza akarom adni azt a pénzt, hogy ne az legyen, hogy... visszafizetés 5000. Jó. Oké. Jó, veressük vissza minden állat. Jó egyébként, szerintem ez tök jó az a map, hogy ezen kezdtünk. De van, én beszélek úgy, hogy hallják ők is azért, nem szegények, nem hallják. Szerintem egyébként tök jó az a... Szerintem Lukasz. Lukasz lehet kifagyott, ja. Hát mondjuk. Vagy meg kilépett újraindítani a gépét. Lehet, ja. Egyébként jó, ez a map, arra gondoltam, ez tök jó, mert így tényleg a nulláról lehet kezdeni, nem? De. Mégse ilyen kiépült gazdaság van, tudjátok. Hát ez a gép. Egyébként ebben egy nagyobb motor is majd jó lenne, mert olyan lassú, meg olyan erőtlen.
Kár, hogy 3 pontos nincs rajt. Várjátok, amíg visszaérek, nyomok egy tempomatot. És nézek egy bautot. Amúgy éppen azt néztem, hogy az a kis traktorhoz, a legnagyobb kultivált, amit el tud húzni, az 1 méter és 1,2. Hát, 12 000-be kerül. Ki... Hát, de valaki megjött. Na, Lucas majd. Ja, egyébként tök gyorsan. Azt lettem észre, hogy a Farring Simulator 22 gyorsabban szinkronizál, és jóval gyorsabban tört be. Úgyhogy az engine-nek a... javítottak, hogy a futásán meg így jobban működik. Na, tök jó, ez a fatermelés az egész jó pénzhoz. 4200-unk van. Egyébként nem lehetne úgy, hogy nem tudom... Ott vágnánk a fát, ami... Hát, ja, mindegy, megtartjuk ezt a földet, gyerekek, meg nagyobb, gyorsabb gépeink lesznek, azok akkor jobb lesz. Egy jó nagy izét kéne, egy jó nagy depót vinni, és akkor meg lenne a kis traktorunk, arra gondoltam, nem? Szerintem az kellene... 12 000, ja, hát azért kellene, egy 2-3 izét kell. Arra volt elvinni. Most történik. Most lehet elvinni? Nem, még most se hallani. Én most hallom. Ne bossz. Csak hülyéskedek, hallani hát. Na jó, akkor. Na, én meg elbújtam. Most hát, hogy kéne vedek én a tabulja. Én meg izé... No. Mit akartam? Mennyi pénzt kosztam, mennyi pénzig lehet lévő? Azt akartam mondani, hogy elbúcsúzom, következő részben várlak benneteket, folyamatosan fognak érkezni a részek, csak gyerekek, nem... mi lesz az első dolog, amit meg fogunk venni? Milyen autó vagy milyen jár? Nem akarok olyan hosszú részeket. Na, sziasztok!